Esélyesként utazott Békésre a foghíres nyíregyházi együttes, ehhez képest az első negyed végén a hazaiak vezettek 3 ponttal. A folytatásban aztán helyreállt a világrendje, a nagyszüneti 11 pontos előny szerzett a Sunshine-ig se. A második félidőben sem változott a játék képe, a ponterősen játszó vendégek a harmadik és negyedik negyedben is elérték a 30 pontot, így végül magabiztosan szerezte meg 9. bajnoki győzelmét Kovács Tibor együttese. Az utóbbi időszakban sérülések, betegségek nehezítették a munkánkat, a csapat összetétele így is, tehát kevesebb volt, mint amit terveztünk, még az utolsó pillanatban is sajnos betegség történt. Ez nem jó előjellel indult ez a túra, de igazából a csapat összeszedetten tudott dolgozni, és nagyon nagy öröm volt látni a csapaton, hogy védekezésben, de elsősorban támadásban, amit a dobott pontok is jeleznek, csapatként tudtunk tevékenykedni, amit bizonyít, hogy heten is 10 pont fölött dobtak a csapatból, és nagyon fontos volt, hogy minden pályára lépő játékos úgy tudott hozzátenni a csapat munkájához, hogy az érdemben látszott is. Az NB2 keleti csoportjának tabelláját a Deac Campus Fesztivál 2020 vezeti 12 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 9-2-es mutatóval rendelkező Sunshine-ig. A nyíregyházi kosarasok legközelebb a sereghajtó gyulai kolor csapatát fogadják. Egy kicsit mi már tovább tekintünk legalább egy mérkőzésre, mert az azt követő fordulóban az Éllovas Debreceni Campus Fesztiválhoz látogatunk hétközben, tehát egy 10 nap alatt 2 mérkőzést fogunk lejátszani. Nagyon tiszteljük a Gyula csapatát, próbálunk a lehető legjobban felkészülni arra a mérkőzésre. Lehetőség szerint minél több fiatalnak, és aki eddig kevesebbet játszott, azoknak több játék lehetőséget adni, és bizonyos játékelemeket gyakorolni. Lebecsülés nélkül már a következő mérkőzésre készülünk. Én azt gondolom, a realitás és a papírforma azt mutatja, hogy a hazai pályán ezt be kell hozzunk, le kell gyűrnünk az ellenfelet. A Sunshine-ig se gyulai kolor mérkőzés pénteken 19 órakor kezdődik a Bánki csarnokában.